Búcsúzni mindig megrendítő, de egy közösség számára még nagyobb veszteség, ha azoktól búcsúzik, akik sorsukkal, tetteikkel és áldozatvállalásukkal a közös emlékezet hordozói. Balázs-Piri László egy különleges nemzedék tagjaként a becsülettel küzdés és az emlékezés felelősségét hagyta ránk. Őszinte részvéttel Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. Hálásak vagyunk, hogy Balázs-Piri Lászlót azok között tudhattuk, akik egész életükkel kitartottak a szabadság eszméje és 1956 értékei mellett. Engedjék meg, hogy ezúton fejezzem ki őszinte együttérzésemet, és a következő nehéz időszakhoz sok-sok erőt kívánjak önöknek. Őszinte részvéttel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Egy olyan ember megy el, aki nemzedékének, 1956 pesti srácainak és lányainak egyik utolsó hiteles tanúja, és életében 1956 igazságának megtestesítője volt. Talán azt a legfontosabbat kell közvetítenie, amit ő vallott meg nekünk. Hitet, erkölcsöt, gerincet kaptam Patakon, azt mondta. Egy gyerek, főként ha fiúgyerek az illető, kiskorában hajlamos hősnek látni az édesapját, aki bátran védelmezi minden veszélytől a családját és a hazáját. Büszke pillanat volt, amikor ráébredtem, hogy az én apám tényleg hős, aki a magyar történelem egyik legnagyobb tettének volt a részese. Szinte látom, hogy letekint ránk, és huncut mosolya a szemében, valami ilyesmit mormol a bajusz alatt. Na hát, mennyi komoly ember eljött egy öreg bohém dobos kedvéért. Balázs-Piri Lászlótól búcsúzunk, a hős forradalmártól, a megkínzott áldozattól, a családapától, a dolgos embertől, 1956 igaz emlékezete megőrzésének higgadharcosától, vezetőnktől, elnökünktől, támaszunktól, példaképünktől, a barátunktól. Szüksége van a népünknek, országunknak, áldozathozó, szenvedő magyarokra, akik példát mutatnak embertársainknak. Testvérünk elköltözött, és azt akarja nekünk mondani ma, ti vállaljátok tovább ezt a munkát, ezt az életet. Legyetek igazán magyarok, legyetek igazán keresztények. Yes, it was mine.